Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a téma kedves nézőit. A megkezdett munkát folytatni kell a város érdekében, mondta Szalai Ferenc polgármester azon a sajtótájékoztatón, ahol kiderült, hogy az őszi önkormányzati választásokon polgármester jelöltként fog indulni. Ez a mai téma, köszöntöm Szalai Ferencet a stúdióban, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Dr. Bene Ildikó fogalmazott ezen a sajtótájékoztatón még úgy, hogy egyhangulag és nagyon határozottan támogatták önt abban, hogy polgármester jelölt legyen. Milyen érzés az önnek? Ez mindig boldogság, és mindig öröm, hogyha egy ekkora csoport, mint a mi Fidesz csoportunk itt Szolnokon, azt mondja az ember munkájáról, hogy rendben van, folytasd tovább. Persze, hogy ez nem egy eszem első személyben értendő, hiszen talán a legnagyobb érték az, hogy egy olyan csapat alakult ki Szolnokon, és ez nem csak az önkormányzat hivatalában, nem csak a testületben, nem csak a polgármesteri kabinetben, hanem az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaság működtetésében, és nagyon sok más területen, civil területen különösen, amire azt lehet mondani, hogy az emberek, akik ezekben a területekben dolgoznak, azok önmaguktól is úgy érzik, hogy haladni kell, menni kell, összeszorított foggal, ha kell, dolgozni kell, hogy ez a város tényleg erős és hatékony lehessen a későbbiekben is. Mert most már szerintem is, mint ahogy a csoport és Bene Ildikó azt mondja, is fogalmazott, eljutottunk valahova. Ez a város azért azt hiszem, hogy ha teljesen objektíven is szemléljük, egy egészen más arculatú, más küllemű, lakhatóbb, élhetőbb, mondhatni szebb város, mint volt annak idején. Természetesen a régi értékeket megpróbáltuk maximálisan megőrizni, illetve fejleszteni azokat itt, különösen a Tiszapartra gondolok, a Tiszapart lehetőségeire gondolok, vagy mondjuk az ipari park lehetőségeire, sok-sok új céggel Szolnok városában. Mondhatni, hogy több ezer új munkahelyet tudtunk az elmúlt 8 évben Szolnok városába telepíteni és hozni, és még sorolhatnám az értékeket, eredményeket, de azt gondolom, hogy emellett azt is nagyon-nagyon komolyan kell venni, hogy mit teszünk a jövőben. Valószínűleg tartom, egyetértünk azzal majd mindenkivel, hogy a város megtartó képességét, a lakható, élhető város minőségét javítanunk el a későbbiekben is. Majd a műsor vége fel egy kicsit bővebben mindenképpen szóljunk erről is, de ugye ez egy javaslat volt, hogy önt javasolták polgármester jelöltnek. El kellett döntenie, igent mondott, sokáig tartott ezen gondolkodni? Az április 6-ai választásnál arra készülendő már el kellett dönteni. Volt ebből kis polémia is, nem tudom melyik fórumán az internetnek volt belőle, hogy akkor hogyan és miképpen lesz itt Szolnokon is. Úgy döntöttünk, hogy az országgyűlési képviselőválasztáson dr. Bene Ildikó asszony a megfelelő jelölt, a polgármester választásra pedig nekem kell készülni. Az összeférhetetlenségi törvény hozta ezt a döntést, illetve a döntést mi, de a szükségszerűségét maga a törvényváltozása. Azt gondolom, hogy normális, hogy egy 200 fős parlamentben gondolkodott a Fidesz Polgári Szövetség, illetve a Fidesz kormányzat maga. Ez ugye elindult azzal, hogy felére csökkent a megyei önkormányzatokban dolgozó képviselők száma, és Szolnok város, hogy a többi város, többi település testülete is egyharmad 50%-os csökkenést tudhatott magáinak. Ebből eredendően következett szükebb, kisebb létszámú parlament, nem fér be mindenki, ráadásul az nem baj, hogyha mondjuk a polgármesterek a polgármesteri tevékenységükkel foglalkoznak elsősorban, az országgyűlési képviselők pedig avval a tevékenységgel. Így aztán a döntés úgy lett, még egyszer mondom, Bene Ildikó országgyűlési képviselő jelöltként, én pedig polgármester jelöltként méressem meg magam. Ha már itt a tevékenységekről volt szó, egy picit beszéljünk a múltról is, és ne feltétlenül erről az egy ciklusról, ez az ön harmadik ciklusa, hogyan értékelni az eddigieket is, illetve ezt is beleértve? Hát ez az értékelés, ez októberben fog igazából megtörténni, és eddig is így volt, hogy a polgármester körülévő testület munkáját az emberek értékelik a választásokon. Én azt gondolom, hogy azok a célkitűzések, amelyeket magunk elé tűztünk ki, különösen a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, a város megtartó képessége, a patriotizmus, a lokálpatriotizmus erősítése, az élhető, lakható, rendezettebb város tekintetében igenis van haladás és van eredmény. Én az ipari parkot előbb már ugyan mondtam, de mondom még egyszer, most már bővíteni kell. A mostani munkánk egyik legfontosabb része, az ipari park mellett egy 300 hektáros terület városi tulajdonba szerzése. Az államtól szeretnénk ezt térítésmentesen megkapni. Nem kevés jelentkező van, mennünk kell tudni tovább a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtő beruházások Szolnokra telepítése tekintetében. Ha minden igaz, akkor szeptemberben a citromsavgyár alapkövét le tudjuk tenni, és rá egy évre ez a beruházás is megvalósulhat Szolnokon.
De nem csak az ipari park, hanem a város számos, cége. A város nagyon sok területén sok-sok cég új beruházással örvendeztette meg a várost, és adott új munkahelyet. Az Axial telephelye bővítésére azt gondolom utalhatok, de a McHale azt hiszem szintén bizonyította azt, hogy nem kell az ipari parkban lenni, ettől még tud fejleszteni. A Béres RT hasonlóképpen fejlesztésekben gondolkodott az elmúlt évben, és így sorolhatom tovább. A város kb. 9000 céget, vállalatot, vállalkozást tudhat magáinak, és ezeknek jelentős része fejleszt, halad előre, működik a gazdaság. Akkor erre utalt, amikor azt mondta, hogy folytatni kell a közös munkát, gondolom ezen mentén kell haladni tovább. Hát ez az egyik szegmens, a másik pedig az. A másik, mi a többi, így jobb valóban. A másik az az, hogy ha a mostani néhány napra gondolunk, a Tiszavirág Fesztivál köré, ha az ember odarakja a gondolatait, akkor ez nem csak arról szól, hogy mennyi ember van itt kint a Tiszaparton, hanem az, hogy van a városnak most már egy-két olyan rendezvénye, ahova a városlakók szívesen jönnek, és érzik azt, hogy szolnokinak lenni jó, és nem otthon töltik a hétvégéjüket, bezárva egy lakásban négy fal közé, hanem kimennek a barátokkal, ismerősökkel, és megosztják egymással a különféle információjukat, örömüket, bánatukat. A Tiszavirág Fesztivál is erről szól, és ráadásul ez még arról, hogy azt a hihetetlen lehetőséget, amit a kérész a Tiszavirághoz, az egyre jobban tudjuk fölturbozni, erre épült egy híd, elé egy tér a Tiszajajosok tere, és most egy új támfal a Tisza mellett. Tehát a Tiszát magát, a Zagyvárt magát sokkal jobban használjuk közösségi célokra és feladatokra, mint eddig. Ezt a későbbiekben is hasonlóképpen kell tudni tenni, nem beszélve az árvízi biztonságról, ami nem egy utolsó kérdés ez ügyben. Persze a rendezvények hosszú soráról tudnék beszélni, az adventi forgatagról, vagy a régi idők teréről, vagy a Gulyás Fesztiválról, sok-sok mindenről, vagy a sportról, a sporteredményekről, ami a közösségi erőfejlesztéséről szól, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy érezze azt sok-sok ember sok-sok lehetőségen keresztül, hogy a szolnokiság az egy komoly dolog, hiszen hogyha a kultúránkból a színházat, a szimfonikus zenekart, a tánckarainkat, a sportot, a rendezvényeket, a programokat tesszük le az asztalra, országvilág előtt megállják a helyüket. Azt gondolom, ez sem egy rossz dolog. Ha már a szolnokiságot említettek, kénytelen vagyok megkérdezni, nagyon sok helyen lehet pletykákról hallani, hogy építkezik, elköltözik, nem marad Szolnokon. Gondolom akkor ennek valóság alapja most már egyáltalán nincs. Hát de szerették végül is Szentendre polgármestere is lenni, meg Solymár polgármestere is lenni, meg Esztergomé is, mert a hírek körülbelül erről szóltak, természetesen nem. Én azt gondolom, hogy Szolnokivá váltam az elmúlt, nem is tudom, 1980-ban jöttem ide Szolnokra, akkor az elmúlt 34 évben, és biztos vagyok benne, hogy ez egy jó dolog már, mint szolnokinak lenni. Én valóban szeretnék itt a későbbiekben élni, családostul, mindenestül. Azt gondolom, hogy ez mások számára is egy kellemes dolog, hiszen nagyon sok szolnoki embert ismerek már én is, rengetegen vannak szolnoki, régi szolnoki családok, akik erősödnek. Hát szerintem van még mit csinálnunk, így szolnokinak lenni a későbbiekben is. Legyen is ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, folytatjuk.